Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari tudatipari tóksója. A mai vendégem Bolgár György, a Klub Rádió Beszélyt Megci műsorának műsorvezetője, rádiós újságíró, akivel most egy életút interjú keretében fogom beszélni, hát a lassan már közel 6 évtizedes pályafutását. Miért bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verzióját a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek el a Partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük. És akkor sok szeretettel köszöntöm Bolgár Györgyöt. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szervusz, ezek szerint média és tudatiparos vagyok, eddig ezt nem tudtam, de legyen. Nem tekintesz magadra médiaipari szakemberként? Én azt mondom, hogy van egy része, ami ipar, van, ami ugye az ésnek a szóhasználata szerint médiamunkás, vagy sajtómunkás, de egy másik része, vagy tegyük föl, hogy a jobbik része, vagy amiért érdemes csinálni, az valamiféle művészet mégis. Mert a ipar az önmagában egy degradáló jelző. Nem, nem, ez kell. Hát ahogy kell az ipar ahhoz, hogy legyen rajtad egy trikó, rajtam egy ing, egy nadrág, kell is. De vannak művészek is, akik kitalálják, hogy milyen legyen az a trikó és a művészeti munka az egy az egyben megpróbál ellen menni az ipari kényszereknek, ezt mondod igazából? Nem, nem. Együtt megy vele. Együtt működik vele. Na jó, erről fogunk majd beszélgetni hosszabban. De kezdjük a legelején, 46-ban születtél, tehát 56-os forradalom idejében 10 éves voltál. Vannak emlékeid kifejezetten a forradalomról? Vannak, nem voltam forradalmár. 10 éves gyerek azért elvárható, hogy ne legyen inkább. De tulajdonképpen csak annyi van, hogy, hogy a Panóni utcában laktunk, és ott nem voltak ugyan harcok, de lehetett hallani, hogy dörögnek a fegyverek, és akkor... Nálunk volt egy unokatestvérem, aki viszont a Kilián laktanyával szemben lakott. Úgyhogy önnét a családnak el kellett menekülnie, és az egyik unokatestvérem hozzánk jött. Nem, nem, igazán vett senki semmilyen módon részt ebben. Az apám Harisnél gyári vezető volt, hát osztályvezető, és emléksz, úgy emlékszem, hogy talán közvetlenül még a 23-án is, de hogy az előtte egy-két napban tető nyaralt az anyámmal, úgyhogy ők is talán arra jöttek haza, hogy valami dolog elkezdődött, és aztán azt hiszem, ezt is mesélte az apám, míg ő nem volt itthon, tehát szabadságon volt, addig a munkás tanács elnökévé választották a rádióban, tud, vagy a rádióban, a Haris Négyárban tudtán kívül, mert szerették, meg kedvelték, rendes ember volt, és úgy gondolták, hogy jó lesz. Nem lett ebből semmi, tehát nem, nem állít, És el is nem volt ezt, ezt a, tisztséget a... a tisztséget akkor? Ezt, ezt, a részét már nem tudom, csak azt tudom, hogy, hogy valami ilyesmi is történt, és de, de nem, ennél, ennél többet a család nem beszélt, nem tudott. Én is csak annyit tudtam, hogy utána lassan elkezdtünk iskolába járni, meg szénszünet volt, meg meg ezek, hogy kádár apró dögei, meg láttuk a feliratokat a házak falán, ez az ellenforradal, sötétben bujkáló ellenforradal már reszkes, meg muk, márciusban újra kezdjük. Körülbelül ilyenek, amikből már azt se tudom, hogy mik azok, amik a tíz éves gyerek valódi emlékei, vagy amik úgy később rakódtak rám. Te izgatott voltál abban az időszakban, tehát a forradalmi napjaiban, vagy inkább féltél az eseményektől? Vannak-e kifejezetten emlékeid az érzelmi megélésről? Hát izgatottnak annyiban voltam izgatott, és akkor lehet, hogy akkor lettem először tudatos rádióhallgató, hogy a rádiót azt hallgattuk. És akkor izgultunk, hogy győzzünk ugye, hogy, hogy győzzenek a magyarok, vagy Te győzzenek. Most meg te hallottad a rádióban élőben a nagyimre beszédet? Ezt nem tudom megmondani. Nem emlékszem. Akkor emlékszel a rádióban? Hát mit hallottál? erre emlékszem, de hogy ezt utána 50szer máshol hallottam, és most visszavetítem, hogy ezt akkor hallottam, ezt nem tudom. Feltehetően igen, azt tudom, hogy hallgattunk rádiót, és én izgultam, hogy hogy győzzünk. De valami ilyesmi, ennél több nem. És az első tudatos reflexióid a forradalomra, az hány évesen következett be? Hát biztos, hogy akkor, amikor, amikor hát középiskolába jártam, akkor már, akkor már ezzel annyiban foglalkoztunk, hogy nem foglalkozunk vele. Tehát a dolog ott kezdődött, hogy na ez az a dolog, amit nem érintünk, amiről nem beszélünk, ami, amit, amit kerülni kell. És később, tehát bármilyen módon 56 az volt-e képző hatása arra, tehát bármilyen szempontból, akár a rendszerrel kapcsolatos viszonyulásodban, volt-e bármilyen meghatározó szerepe, vagy bármilyen más vonatkozásban? A felnőtt életedre kérdezek most elsősorban. Meghatározó szerepe nem volt. Nem volt. Nem. Mert nem, nem igazán éltem át. Uh -huh. És ezért nem is lehetett igazán meghatározó szerepe. Ami volt, az már egy tudatos végig gondolása annak, hogy mi történt, miért történt, milyen következménye van ennek az országban, a magyar politikában, Kádár miért azt csinálja, amit 56-nak milyen tanulságai voltak a számára, hogy próbált ebből valamilyen politikai következtetést levonni, miért kellett, vagy miért lehetett Kádárnak megcsinálnia azt, amit több más kelet-európai országnak nem, mert 56 az őt is figyelmeztette meg az oroszokat is, de ezek mind tudati és tudatos dolgok voltak, tehát nem az én személyes élményeimből következtek. Akkor most egy arra is utalsz ezzel az utolsó mondatoddal, amiben Kádárnak a mozgásterét elemezted, hogy Ugye akkor te is egyetértesz azzal, hogy 56 bizonyos szempontból az oka volt annak, hogy a 60-as, 70-es években egy nagyon nagyfokú jóléti intézkedés sorozat következett be, vagy, 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 életszínvonal emelés? Biztos, hát az életszínvonal emelés is egy kicsit több szabadság. Ugye én akkor kezdtem nagyjából egyetembe, egyetemre járni, 64-ben, amikor egy ilyen reform hangulat kezdődött az országban, meg egy reform munka. Éppen ezért akkor is, meg később is még inkább úgy gondoltam, hogy Kádárnak ez a mozgástere valószínűleg abból adódott, hogy ő is átélte 56-ot, ez őt is sok szempontból hát egy más útra indította, persze tudta, hogy mik a határai, meg hát ő aztán tevékenyen részt vett ennek a leverésében is, de vagy a tudat mozgott benne, vagy a, a praktikus és pragmatikus politikus, aki azt mondta, hogy itt van ez, itt van ez a tragédia, és hát akkor használjuk ki, amire ez lehetőséget ad, és ezt talán az oroszokkal is sikerült megértetnie. Úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy életszínvonalban is, gazdasági és szellemi mozgástérben is 56 végül is nagyon sok mindent elért abból, amit eredetileg akart. Tehát akkor érdemes akár egy sikeres forradalomként is gondolunk rá, csak nem biztos, hogy a sikert abban kell mérni, hogy sikerült-e függetlenné válni a Szovjetuniótól vagy sem. Ez biztos, hogy így van, mert a többi nálunk egyébként fejlettebb, polgárosodottabb kelet-európai országokban rosszabb viszonyok, körülmények, anyagi állapotok és szellemi állapotok között éltek, mint nálunk. 22 évesen kerültél a Magyar Rádióhoz, 68-ban. Um, akkor azért gondolom, volt egy kialakult képed arról, hogy igazából mi is ez az ország, mi is ez a politikai berendezkedés, illetve mi ez az intézmény, amit Magyar Rádiónak hívnak. Miért akartál a rádióhoz kerülni, és hogyan gondolkodtál a Magyar Rádióról, mint intézményről, annak a jelentőségéről a magyar társadalomban? Hát bevallom neked, hogy későn érő típus vagyok, még mindig érvőben vagyok, úgyhogy ez talán 22 éves koromra fokozottan igaz volt. És hogy milyen társadalom ez, vagy milyen ország ez, hanem hogy milyen Magyar Rádió ez. Részben tudatában voltam ennek, de még mindig nem ez foglalkoztatott elsősorban, hanem hogy milyen az élet, milyenek a lányok, hogy képzelem, mit akarok csinálni körülbelül ez. Én a sokféleséget szerettem, hogy eldöntsem, hogy milyen fenét csináljuk. A magyar Rádió, oda akarok menni, de hogy akartam. Elvégeztem az egyetemet, és beadtam a felvételimet a színház és filmművészeti főiskolára, rendezői szakra, mert ami izgatott, az a 60-as évek magyar filmje volt. Tehát filmrendezőre szer szerettem volna é, lenni? Igen, utána. Megvan a diplomám, rendben, mehetek filmrendezőnek. Erről soha nem beszéltél meg sehol. Hát valószínűleg azért, mert nem vagyok szószátyát, de valamennyit biztos, hogy beszéltem. Az, hogy, hogy a színház és filmművészetire jelentkeztem, biztos elmondtam már, de nem ha nem, valastam. ha valaki nem hallotta, akkor ám legyen, itt van egy elveszett tehetség, nem lett belőlem filmrendező. És akkor miért a rádióhoz ment, és miért nem a filmgyárba? Hát egész véletlenül. Volt egy csoporttársam, mert az is írás, mint kiderült. Ugye, végül is újság írás. Volt egy csoporttársam az egyetemen, ugye nekünk nemzetközi kapcsolatok szakosoknak fölajánlották, hogy hát innét jó pár ember mehet rögtön a külügybe. És én nem jelentkeztem oda, mert tudtam, hogy nem akarok diplomata lenni. Viszont ő igen, és föl is vették. Viszont ő előtte elkezdett talán már hónapokkal előtte dolgozni külsősként a Magyar Rádióban, gyakornokként. Lehet, hogy oda akart menni, ez lett volna a második lehetősége, vagy ez a második választása. És azt mondta, hogy te, én itt dolgozom, van itt egy hely, kell nekik ember, nem akarsz -e oda menni. Nem tudtam, hogy mit csinálják, kidobtak a főiskoláról, hát akkor még kerestem volna. Lehet, hogy ha a filmgyárban keresek, akkor, vagy ha a filmgyárban mond nekem valaki valamit, hogy te ott van egy üresejak, vagy jelentkezz oda, akkor oda megyek. De nem, ez egy jó barátom volt. Mi van a rádióban? Hát érdekes, síreket kell írni, meg világgal kell foglalkozni. Hát mondom, elvileg ez érdekel. Elmentem, és fölvettek a rádió hírszerkesztőségébe, aztán ott is ragadtam. A 70-es évben rengeteg külföldi tudósítást készítettél, itt lehet tudni lengyel, jugoszláv, skandináv és angol utakról. Hát ez még a mai napon is azt gondolom, hogy lenyűgöző lenne egy járkálni a világban, de hát pláne a 70-es évek Magyarországáról ilyen külföldi utakban részesülni. Hogy jött ez a lehetőség a számodra? Hát úgy, hogy a rádió munkatársa lettem, úgy, hogy a, és külpolitikával foglalkoztam alapvetően, ezért aztán körülbelül olyan lehetőségek voltak, hogy egy évben egyszer vagy kétszer el lehetett utazni mondjuk egy-egy hétre. Nem olyan sokat, nem olyan sok ez. Akkoriban persze nem igen lehetett utazni, pláne nyugatra nem. Ha tehát az ember elmehetett egy évben egy hétre egyszer Svédországba, egy másik hétre Angliába, akkor az már valamiféle nagy dolognak számított. Én is annak gondoltam. Szóval ezek a skandináv meg angol utak úgy jöttek, hogy föl volt osztva nagyjából a világ, mondtam, hogy a Szovjetunió az nem ki van zárva, Amerikának is voltak erre megfelelő emberei a külföldi szóval a nagy dolgokkal, a legfontosabb összetevőkkel, hatalmakkal, közel kellett például arra is volt szakértő, tehát a legnagyobb háborús gócokkal, az, az, az már foglalterület terület volt. Viszont ezek a kis rések, hogy skandináv kit érdekelnek, a skandináv országok kicsik, messze vannak, nem ők határozzák meg a nemzetközi imperializmus, nem tudom micsodáját, meg Anglia is, hát mégiscsak azért másodlagos hatalom, szóval ott valahogy az üresen maradt. Hm. És akkor azt mondtam, hogy én szeretnék elmenni Svédország, Jó, mondták, menjek el Svédországba. Vagy szeretnék elmenni Angliába, ott lesz egy választás. Hát érdekel az valakit? Mondom, szerintem igen. És akkor lehetővé tették, és gyakorlatilag ezt a mennyire szabad el volt, akkor a rádió hát azt mondta, hogy elmennék Londonba a választásot tudostani, menjél Gyurikám, igen. itt van, tessék a valuta, igen. vigyed. Igen. igen, igen, igen. Nagyon ellentmondásban állhatsz kép, nem, vagy de, azzal, amit egyébként tanítanak az embernek a de rendszerről. Ez első perctől kezdve így volt, Aha. és nem azért, mert hogy csupa olyan megbízható elvtárs van, hanem, hanem azért, mert a rádióban Valószínűleg két dolog magyarázza ezt, megint nem mondom el, hogy mit csináltam Skandináviában vagy Nagy-Britanniában. Tehát két dolog magyarázza ezt. Az egyik, hogy ami a sajtó ellenőrzést, irányítást, kontrollt illeti. Persze volt a párt központnak egy ilyen agitproposztálya, ez volt a sajtóosztály, meg volt egy kormány tájékoztatási hivatala. Ezek nagyon figyeltek, hogy ne. De elsősorban az írott sajtót, tehát a magyar távirati irodát minden hír a Magyar Távirati Irodán keresztül került ki a lapokhoz, nagyon kevés plusz egyéb információ juthatott el a sajtóhoz, tehát a Magyar Távirati Irodát az bizony közvetlenül kell kontrollálni. A másik ilyen persze a pártlap, a népszabadság ott is, igen, de már a kultúra nem volt olyan fontos, vagy például azt már inkább a célelvtárs irányította, ő pedig tudjuk, hogy a reformistába, megengedőbb, a szabadabb szárnyat képviselte a párton belül. Tehát ezért már a pártlapnám sem érvényesült ez annyira. És a harmadik az, ami akkoriban kezdődött és egyre fontosabbá vált, hát elvtársak a televízió. Az nagyon fontos, hogy mit mondunk a televízióban a népnek, tehát, és azt könnyebb is volt ellenőrizni. Mi kerül a televízió híradójába? Vagy egy politikai műsorába? Na, azt nagyon fogjuk ellenőrizni, de ehhez képest a rádiót, a kosutot, a Petőfit, a Bartókot, ahol... most azt is mondott, a... hogy a cenzoroknak az energiáját annyira lekötött a tévé és az újság, így van. hogy így a rádió így. az így, a mellékvizeken el tudott Nem lehetett ellenőrizni a rádiót. Hát ki tud ennyi, ennyi órát végig... Hallgatták, és persze főleg úgy, hogyha valaki szólt nekik, hogy egy micsoda botrányos dolog hangzott el itt és itt, és akkor meghallgatták adott esetben, letolták az illetőt, vagy kiabáltak vele, vagy eltiltották egy tehát volt ilyen. De a rádióban elhangzó összességében 30-40 híradást egy nap, ki a fene az, aki végighallgatja? 71-ben, tehát nem sokkal azután, hogy a rádióba mentem dolgozni, el tudtam menni egy jugoszláviai nyári szemináriumra. Szeminárium, így nevezték, hát szóval egy ilyen nyári, inkább dzsemborira. Vagy, ha nem is világ ifjúsági találkozóra, de egy nagyon furcsa ifjúsági találkozóra, ami hat hétig tartott, Zadártól átellenben egy-két órára egy szigeten, nem lehetett oda még autóval sem menni, tehát autó se volt a szigeten, és egy amerikai egyetem szervezte. Most már eleve 71-ben elmenni egy ilyen, egy ilyen nemzetközi újságíró, fiatal újságíró találkozóra, ami hat hétig tart, Jugoszláviában, ami azért nem volt igen. baráti ország, csak nem ellenséges, és egy amerikai egyetem szervezésében, hát ehhez kellett az Ipper Pál, aki, akinek a fia közelmúltban halt meg, az egyik fia, és aki, akit sokan, megint sok mindennel vádoltak, hogy ávós volt, biztos igaz, erre papírok is voltak, amit én ismertem belőle, az mind abszolút pozitív volt. Hát ő volt az, aki Amerikában tudósító volt először, és jó tudósító volt. Olyan volt, ami nem a hivatalos pártpropaganda szöveget visszhangozta, hanem eredetien Amerikát is bemutatva, és persze nyilván megtartva az alapfelettő politikai vonalat, de mégis Hozott egy új világot, bemutatta, hogy van egy másik és normális amerikai világ és gondolkodás. És hazajött, és a rádióban csinálhatott egy új műsort, ezt hívták 168 órának. És akkor 71-ben valamilyen amerikai kapcsolatai révén meghívták őt erre a jugoszláviai fiatal újságíró találkozóra előadóként, azzal, hogy hozhat, nyilván az amerikaiak így akartak fellazítani minket a fenébe, hogy így buktassák meg ezt a stabil szocializmust Magyarországon, szóval hívtak fiatal újságírt, és hozhat kettőt, teljes ellátás, rendben. És mi történt az a hat hét alatt? Jaj, úgy hívták, hogy, nem, úgy hívtuk, hogy Sun and Sex Seminar. Na, de... Na jó, akkor azt hiszem, szóval hogy a megérkeztünk süt... a könyvei forrás vidékéhez. Sütött a nap, ez a dolog, lényeges, sütött a nap. De, voltak mindig előadások, voltak viták, és gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy hogy képzeli el egy 20 éves társaság, akik között volt újságírást tanuló egyetemista, meg volt már fiatal újságíró, mondom, szerte a világból, de alapvetően nyugatiak, hogy képzelik el a világot, az országot, az újságírást, mit kell csináljuk? És tényleg azt mondta, hogy a Magyar Rádió azért annyira fegyelmezetlen hely volt ahhoz képest, mint amit feltételeznek róla sokan, hogy elmentél hat hétig egy Amerikai Egyetem által szervezett nyári táborba, történt ott ez, ami történt, visszajöttél, és ez senkiben semmilyen kérdés nem vetett föl? Nem, 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 nem. Hát nem, a minden külföldi útról kellett írni egy úgynevezett úti jelentést. Már nem emlékszem, ezt hogy. a, a rádiónak vagy a pártnak kellett? Nem, nem, a pártnak sose. Az, hogy úti jelentés kinek volt, vagy a rádiónak, vagy talán az újságíró szövetségnek. Nem emlékszem erre pontosan arra emlékszem, hogy egy dologra vigyáztam, leírtam persze, hogy mik voltak, és az abszolút ártatlan dolog volt, egy dologra vigyáztam, hogy benne legyen, följelentettem magamat. Jelentettem magamról, igen. Ugyanis volt egy alkalom, amikor, amikor egy amerikai srácot megkínálta a haverjait LSD-vel. És Mi is ezt te megírtad? Meg én. De, hogy a, hogy magadról, hogy te Magam is az LSD-t? Igen, igen. Ah. <laughs> Úgyhogy gondoltam, hogy... Hát, mi hazott bélyeget, hád, hogy milyen hád, formában fogyasztottátok akkor az LSD-t? Mintha egy kis tabletta lett volna, kis fehér tabletta volt, igen. Na várj, 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 kezdjük előről. De, Tehát, ez érdekelt, hát, én érdekel, hát, érdekel, érdekel. érdekel. 71-ben lsd -ztél? Igen. Hm. Uh, nekem is újdonság volt. Semmi egyáltalán, hogy hogy ezt? hát, hát hallottam már róla, hogy ilyen van. Lucy in the sky with diamonds, nem? Szóval, mintha lett volna egy Beatles -t nevű együttes is, amit nagyon szerettem, de persze, hogy tudtam róla, és gondoltam, hát kipróbálom, ott volt jobb ismerő, akivel már jobban lettem, aki azt mondta, hogy vigyázzunk rá, nem kell félni, ilyen és ilyen hatásai lehetnek, de nem leszel magadra. Gondoltam, jó, próbáljuk ki, hát hol, ha nem itt. De aztán, amikor hazajöttem, már kiózanodtam teljesen, és gondoltam, azért ezt beírom, mert ki tudja, hogy nem is a magyarok, de hát ha van ott nekik valami hmm. ügynökük, beszervezett emberük, lehet, hogy egy jugoszláv, vagy lehet, hogy valaki más, ki, hogy a bolgárt bezzeg megvesztegette, vagy mit tudom én, le, lekápszerezték a földig, és, és akkor az ellenség ügytek, ott most mit veszthetek ezen, megírom, hogy kipróbáltam, azt jó napot. Nem ekkor is szóltak rá egy szócs. Ekkor fogyasztott egetetben először halucinogén anyagot? Először, és bevallom neked utoljára. Nehogy már. De, de. Nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt. Máig emlékszem rá. De úgy éreztem, hogy nem kell nekem ez ahhoz, hogy a világot mélyebben megismerjem, vagy hogy jobban átélvezzem, amit akarok. Nagyon érdekes volt, de ki tudja, hova vezet ez. Szóval én mondtam neked, hogy nem vagyok olyan bátor. Arra bátorultam, hogy kipróbáljam egyszer, de úgy éreztem, hogy nagyjából tudom, hogy miket, miket hozhat ez magával és lehet, hogy egy csomó dologról lemaradtam. Beszéljük kicsit még a 168 óráról. nehezen látható, hogy mi volt az a logika, ami engedélyezte a műsornak a létrejöttét, mert hogy hát ez egy polemizáló műsor volt, a kor közepette meglehetősen szabadon beszélt a politikai társadalmi eseményekről, egy presztízs műsor volt igazából a rádiónak. Kérlek, hogy meséld el, hogy hogy nézett ki a szerkesztőség működése, és neked mi a megfejtésed, hogy miért vállalták azokat a kockázatokat, amiket ennek a műsornak a sugárzása jelentett, és hogyan lehetett ezt a politikán átnyomni, hogy erre szükség van, és ezt engedni kell? Hát abban nem láttam bele akkoriban, hogy, hogy miért vállalta mondjuk hársa a kockázatot, meg a rádió egyéb politikai vezetői, akiknek nyilván ebben szavuk, szavuk volt. Nyilván volt hátterük a pártközpontban, vagy a párt felső vezetésében is. Feltételezésem szerint elsősorban a cél. És hogy miért? Mert ezek az emberek is úgy látták, nyilván a magyar reform törekvésekkel kapcsolatban, azoknak a lenyomásával kapcsolatban is, hogy lehet, hogy ezt most nem lehet olyan nyíltan csinálni, mint 68-ban csináltuk, de próbáljuk meg más eszközökkel tágítani a lehetőségeket. Hát látjuk, hogy nem megy az a, az a teljesen egy. Egy kaptafára kialakított tájékoztatási rendszer, hogy a párt ezt mondja, mi végre a és jó. Hát így nem lehet rádiót csinálni, így nem lehet az embereket meggyőzni, nem lehet a, az életünket bemutatni. Hárs István, aki nem újságíró volt, de ebben a közegben élt, feltételezésem szerint őszintén úgy gondolta, hogy hát ez van, lehet, hogy még azt is gondolta, hogy az egy pártrendszer jobb, mint a több pártrendszer, nem tudom, nem beszéltem vele erről, de az biztosan gondolta, hogy egy egy pártrendszer keretein belül is lehet és kell szabadabban élni. És nem kellene, hogy az emberek féljenek. Ez nem úgy ezt így gondolta, de volt akkor valaki, aki patronusa volt ebben Mondok, a pártnál? feltételezésem szerint a cél. És nyilván voltak még mások is lejjebb. Uh -huh de, és hát alapvetően Kádárt kellett meggyőzni, de szerintem a cél ebben volt jó, hogy ő nagyon szoros személyes viszonytápolt Kádárral, és valószínűleg sok mindenben meg tudta őt győzni, Hát amikor meg nem, akkor rajta vesztett. De, de ebben, hogy induljon -e egy új műsor a rádióban, amit kicsit szabadabb, kérdezni is szabad, és megvitatni dolgokat több oldalról, hát az, az, az valószínűleg el tudta itetni, de ez nem, bizt, nem valószínű, hogy elment kádárig. A célig nyilván elment, de ő meg úgy gondolta, hogy próbáljuk, nézzük meg, próbáljuk ki, hát ha ez jó lesz, meg lehet ezt úgy csinálni, hogy és ha kell, tartom a hátam. Hát biztos kellett hozzá politikai háttértámogatás, és alapvetően kellettek hozzá olyan emberek, akik ezt kitalálták, mondjuk az Ipper, aki ezt tovább akarta vinni, meggyőzte róla Hársot, ő ezt vállalta. Így ment a dolog, Akár egy normális országban, de persze na azért nagyon szigorú a határok között. 1980 ban indult egy műsorod a rádióban, rádiónapló volt a címe. Sajnos ebből adásokat már nem találtam. Nem csak az enyém volt, de én páros műsor volt, párosan vezették. És hát egy meglehetősen rossz indulatú, igazából kritikát találtam csak róla, de engednek, hogy felolvasom, ezt a kollega Tarsó István írta a Magyarország 20. században című kötetben, és így fogalmazott, ennek a műsornak elsősorban az MSZNP és kormány első emberei szólaltak meg, már itt a műsorban, bocsánat. Szükség volt a politikai agitációra, mivel az ország már túl volt az 1985. évi fél demokratikus választáson. Ekkor már két jelölt között lehetett választani. A rádió napló úgy viselkedett, mintha a hallgatót beavatta volna a politika rejtelmeibe, holott nem történt más, mint amit a párt központ diktált. Mi van <laughs> erről a leírásról, és mi volt igazából a funkció, szerinted ennek a műsornak? Hát részben igaz, beavatni a hallgatót valamibe, ami a politikai felső köreiben zajlik. De amúgy meg hülyeség. Egyrészt nem mondták meg, hogy mit csináljunk. Furcsa módon nem mondták meg, bár tényleg, és ez volt annak a műsornak az újdonsága, hogy, hogy élőben mondjuk bejött egy hetény István pénzügyminiszter, vagy nyers rezső, vagy szűrős mátyással beszéltünk. Ő talán olyan volt, akivel előre is kellett egyeztetni, de azért nem mondta meg, hogy mit mondjunk, vagy mit ne kérdezzünk, de kellett vele egyeztetni. Hát lehet, hogy ő kicsit óvatosabb volt. De az volt az újdonsága, hogy órák, nem tudom, hogy hány órán keresztül tartottam is, egy vagy kettő, nem emlékszem már őszintén szólva, de ott ült egy, egy potens kommunista vezető, vagy a pártállam egyik vezetője, és kérdésekre válaszol, és nem feltétlenül alákérdezős kérdésekre, hogy Kádár Eltás meséljen arról, hogy hogy élt át a korábbi évek május elsejét, szóval nem ez a, nem ez a hülyeség, hanem ott alapvető, fontos és az országot érdeklő alapvető politikai kérdésekről volt szó. Hát nyilván nem volt, nem lehetett olyan kemény is, és, olyan élesen húsba vagy torokba vágó, mint, mint amilyent talán néha valaki ma megengedhet valakinek, például Orbán Viktor, ja nem, vele sem. Nem, szóval vele szemben sem lehet megengedni, de a lényeg az, hogy ott volt valami újdonság ebben a műsorban, hogy élőben a rendszer vezetői megszólaltak, és ebben volt a számukra kockázat, nem szerették a, az élőt. Hát ugye igyekezték ezt minden módon elkerülni. De azért rossz indulatú feltételezés, hogy azért feltétlenül itt működött egy erőrások nélküli elvárás is azzal kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy vannak tilalomfák, amiket ti anélkül is tiszteletben fogtok tartani, hogy így előírnák nektek konkrétan. Hát szép, de hát valakinek totál hülyének kellett volna lennie ahhoz, hogy, hogy azt feltételez, hogy na most majd élőben jön Szűrös Mátyás, aki a, a külkapcsolatokért felelős, és akkor én fölteszem neki a kérdést, hogy Szűrös elvtárs, nem tudnánk kilépni a Varsói szerződésből, ez cikít, nem? ugye ilyen hülye nincsen. Pedig hát végül is kiléptünk, mert az egy ránk kényszerített szövetség volt, de a Szovjetunióval fenntartott kapcsolat tabu. Hogy ez de nem mozgatott a szándék, hogy ezt föltett neki? Nem, mert tudtam, hogy ez abszolút irreális. Én, mint újságíró, csak arra törekedhettem, hogy bemutassam a reális valóságot. De még mit történt volna, ha fölteszed ezt a kérdést? Hát nem mondom, hogy kivezettek volna, mert csak utána már a rádióból biztos, de Hát kirúgtak Tehát, volna maximum. Nem? Persze, kirúgtak volna, a börtönben biztos nem csuknak, kirúgtak volna, az biztos. De ez, ezzel a kérdéssel mit ér el az ember? Ugye a kérdéseknek minden helyzetben az a céljuk, hogy valamit kihozzanak, valamit dologra rávilágítsanak. Azt a dolgot mindenki tudta, minden egyes magyar rádióhallgató, hogy Magyarország a szovjet tábornak, katonai, gazdasági, politikai tábornak a része. Ebből akkor se léphetünk ki, ha én fölteszem a kérdést, akkor se léphetünk ki, ha nem teszem fel a kérdést, ez máson múlik. Tehát, ha fölteszem, akkor azzal csak provokálok, és a provokációtól semmi nem fog megváltozni, hát azon kívül, hogy engem kirúgnak, és ilyenfajta műsor többé nem engedélyez. Mi? Hát, hogyha kirúgnak, akkor konkrétan láthatóvá válik a rendszernek. Nem látható. Az alaptermészete észre látható, hogy egy kritikus kérdés feltétele Igen. az konkrétan egy állásvesztést hoz magával. Igen, hát persze volt volt ilyen állásvesztés, kétségtelen, de nem ilyen élés kérdésekben, azonban ez nem lett volna nyilvános például ott kezden. Úgy, úgy távolítottak volna el engem, hogy arról hát legfőjebb szóbeszéd útján lehetett volna tudomást szerezni, bár hogyha ez elhangzik élőben, akkor annak azért van valami következménye nyilván. De csak ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy az ember nyugodtan menjen önként a bitófa alá, meg lehet kockáztatni, lehetnek is ilyen helyzetek, amikor akár egy újságíró azt mondja, hogy én föláldozom magamat, mert úgy érzem, hogy ez a kicsi kell ahhoz, hogy a pohárból kicsorduljon az a rohadt, de már telelévő állott posványos víz, én megteszem, feláldozom magam, de én meg se nem akartam magamat soha szabadságharcosnak, se réginek, se újnak beállítani, nem is voltam az egyesekkel ellentétben, hanem csak a dolgokat szép lassan egy kicsit, kicsit valóságosabbá, reálisabbá, sokoldalúbbá, Hihetőbbé, és az embereket jobban tájékoztatóvá tenni, és azt megmutatni. Másként teszem fel a kérdést. Egy politikus az szemben az a kérdés, ami nem sért érdeket, az újságíró szakmai szempontból nevezhető egyáltalán kérdésnek? De hát egyrészt, mint tudod, rengeteg olyan kérdést teszel föl te is, ami nem sért érdeket. Miért ne? Miért, miért csak érdek szempontból közelítsünk meg egy beszélgetést vagy egy interjút? lehet, hogy nekem az lett volna az érdekem, hogy ne jöjjek el ide, és ne kérdezzél tőlem, neked meg az az érdeket, hogy eljöjjek és csinálj egy műsort, de ezen az alapérdeken kívül, igen. Tehát egy szakmai szereplő vagy, én most egy politikus politikussal szemben kérdezem, tehát hogy releváns az a kérdés egy politikussal szemben, ami nem okoz neki kényelmetlenséget. De nem csak, de ez nem igaz, hogy egy politikusnak csak kényelmetlen kérdéseket szabad föltenni. Nem, nem az a célja az újságírásnak hogy feltétlenül kényelmetlen helyzetbe hozzon egy politikust, vagy kitaláljon egy olyan kérdést, aminél ő, ő láthatóan védelembe vonul, vagy pajzsokat tesz maga köré, vagy, vagy, vagy menekül, és ez, ez, neki nagyon kínos lesz, és elveszít esetleg egy választást miatt, mert rosszul válaszol. Nem. Ilyen ma már nem fenyeget senki rosszul. Igen, igen, nem, mert most már minden választást egy megbízható párt és vezetője nyer el, úgyhogy ez nem fenyeget, de nem ez, a, nem ez a lényege az újságírásnak és a riporteri munkának, hanem az, hogy egy bizonyos kérdésről vagy kérdéscsoportról próbáljunk valamennyire megközelítő igazságot mondani. Próbáljunk minél többet feltárni abból, ami egy bizonyos problémát, körülvesz, vagy jellemez, vagy, vagy, jelent, hogy, hogy tudjunk meg az illetőtől, ha az illető azért a területén felelős, hogy ez miért így van, miért nem úgy, mi az akadály annak, hogy úgy legyen. Nem lenne jobb, ha amúgy lenne. Az a kérdés, hogy egy adott esetben persze lehet, hogy egy emberről, mert a személyiségről van szó, de mégiscsak egy témakörről, egy politikai területről, egy válságról, egy problémakörről többet tudjunk meg az én kérdéseim segítségével, és azzal, amit vagy ki tudok hozni abból a szereplőből, vagy nem tudok kihozni. De nem az a cél, hogy kényelmetlenné tegyem neki azt, hogy itt ül. Ha ez előfordul, még akkor sem biztos, hogy feltétlenül ő az, aki rajta veszt, az is lehet, hogy én a kérdező, aki kényelmetlen helyzetbe hoztam őt, és ezzel én leszek antipatikus, vagy éppen hátráltatom, akadályozom azt, hogy a probléma meg legyen oldva. Nem az a cél, hogy az interjú arany beszoruljon és kényelmetlen helyzetbe kerül. Ha meg lehet fogni, és amikor nyilvánvalóan hazudik, és, és pofátlanul a szemedbe, és a lényeget tagadja igen, akkor menni kell, ameddig lehet, ameddig be nem fejezik az interjút. De akkor rádiónapos műsorra visszatérve, mit gondolsz erről a kritikán, amit felvetett ez az írás, hogy ennek igazából egy ilyen rendszer normalizáló funkciója volt? Jó, Hofi Géza. Hoffi Gézának is rendszer normalizáló funkciója volt. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Uh -huh. Jobb lett volna Hoffi nélkül? Nem lett volna jobb. Jobban éreztük volna magunkat Hoffi nélkül? Nem éreztük volna magunkat jobban. Nem volt egy Zeni Hoffi Géz? Az volt. Kommunista rendszer keretein belül? Azon belül. Elfogadta az alapvető szabályokat? Elfogadta. Jó napot kívánok! Uh -huh. 88-tól 92-ig voltál New Yorkban. Ez egy nagyon izgalmas időszaka az Egyesült Államoknak, de New york is nagyon izgalmas időszaka. Um, hogyan kerültél ki, és mi volt az első benyomásod igazából a városból? Nem az első volt, mert lám hogy miket lehetett a szocializmus alatt csinálni, az ember nem is hinné. Már voltam többször előtte New Yorkban. is. Többször? Az egyesü, többször, igen. Először 73-ban. Gyuri, de akkor igazából az van, hogy te a 70-es évektől kezdve Folyamatosan láthattad azt, hogy hogyan alakul az amerikai nyilvánosság, a média helyzet, milyen típusú műsorok, újságok, téviadások voltak, amelyek hatással voltak rád, és egyáltalán mit tudtál ebből kamatoztatni a saját szakmai munkádban? Milyen hatással volt rám? Mert hát olyan, hogy hát ez az, hát mit, mit akarunk? Hát itt van, itt van a szabadság, itt van a korrektség, itt van a kiegyensúlyozottság, így is lehet, ezt is lehet. Tessék, itt van, kész, de valami ilyet kell csinálni. Ilyen hatása volt rám. És akkor kinyitom, veszek egy újságot New Yorkban. Úgy hívják, hogy New York Times, tehát azon kívül, hogy egy ekkora hatalmas, és ezt emberek elolvassák százezer vagy millió számra, és mi van benne. És ott is kiegyensúlyozott, lényegre törő és érdekesen megírt, És, és úgy van az egész találva, hogy a New York Times persze egy liberális újság, egy alapvetően liberális városban. De de hát mégis ez nem, nem derül ki, hogy mocsok republikánusok, vagy mocsok jobb oldal, vagy ott van a, a jobboldali szerző, konzervatív, közíró, publicista cikke rendszeresen a New York Times vélemény oldalán. Tetszik, nem tetszik, ott van, mert fontos, mert érdekes, meg jellemző, meg, meg hozzátartozik a valóságunkhoz. Itt van. Nem, nem kell kitalálni a semmit, és, vagy, 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 teljesen újból a, az újdonságot. Itt vannak a példák. Bármilyen módon a kint élő magyarokkal volt -e kapcsolatot? Tehát mondjuk, ugye, ugye New Soros György is például, találkoztál -e vele, kérte tőle interjút? Sorossal találkoztam. Talán 91 vagy, 9, 91 vagy 92, amikor, amikor Csurka nagyon nekitámadt, és és hát egyrészt, hogy a csurka irányítja az egész magyar ellenzéket, meg a világot, meg, de ne csodálkozzunk. Hogy a csúrka mondta ezt a soros. Ja, igen, hogy a soros irányítja, igen, és, és tett hozzá valami egészen kirívó baromságot, és ez volt az, ami fölhorgasztotta az érdeklődésemet, hogy. És egyébként ne csodálkozzunk, ha hamarosan soros tönkre fog menni. Na mondom, ezt a hülyeséget, ezt azért legalábbis arra jó, hogy megkérdezzem a sorost, hogy tényleg? Egyébként tökre menőben van? hajlandó -e egy interjúra, és akkor adott egy választ erre a csurka cikkre, persze nem ez volt a fő kérdés, de ebből indult ki az egész, hogy tönkre fog menni, de hát az a antiszemita soros és zsidó ellenes szöveg, amit csurka rendszeresen megengedett magának, ez sorost is arra vezette, hogy, hogy őt ez a 40-es évek Magyarországára emlékezteti. Na, ez ugye elég erős volt, akkoriban még Soros tartózkodott attól, hogy, hogy ilyen kijelentéseket tegyen, de ezt föl is kapták. Meg is kaptam a választ rá, meg a Soros is, hol máshol, a Magyar Rádióban. Akkor már volt a Vasárnapi Újság című, akkor már eléggé, aztán később még inkább szélső jobboldali műsor, amelyikben a csurka állandó szereplő volt, és a csurka írt nekik egy ilyen képzeletbeli ö, színházi jelenetet, amiben nem Soros, nem is ő, hanem meg nem is én, de Sorost is valaki egy színész játszotta, engem is egy színész játszott, és bemutatták, hogy hogy szolgálom én ki a világimperializmust, meg a zsidó nagytőkét, amelyik mozgatni próbálja Magyarországot, és mindez elhangzott ez a kis csurkaféle színházi jelenet a Magyar Rádió vasárnapi újságjában, annak a Magyar Rádiónak az újságjában, amelyiknek én a tudósítójaként dolgoztam, írta a külsős Csurka István. Hát ez olyan botrány volt, amit szerintem sehol a világon nem nyeltek volna le. Én is csináltam belőle botrányt. Mindegy, többi nem érdekes. De mi lett belőle? Hát mondjuk megfették erőteljesen a vasárnapi újságnak az akkori szerkesztőjét, az ki volt? akik, akik később a mi éppnek lett a szóhívője. Elég ennyi, neve nem érdekes. Na, mindegy, csak hogy összenő, ami összetartozik. Igaz, előtte a, a krónikának volt a vezetője. Tehát érdekes módon nőtt össze a 80-as évek végén. most éve ki lehetne googlizni, csak nincs Nem állat. kell, nem, ér ér a nem embert? érdemes, nem érdemes. Jó, már, ne, vagy, az, a, már, már, de ez egy fontos momentum, mert ezt nem akartam a kérdezni később, hogy 93, amikor visszajössz, akkor nagyon hamar a Magyarország jobboldal, sőt, szélső jobboldal, hát ilyen. Hát ez volt a, ez volt a ördöge leszel. Ez emiatt van, ez, szerinted? Ez, Tehát ez, ez volt ez az, az ős bűnöd? Hát. Ez volt. De ez egy. interjút egy sorossal, amiben azt mondta, ha, hogy a csurka hogy? beszéde az a mennyiben évek Magyarországára emlékezteti. Így van. És hogy én ennek hangot adtam. Hát nyilván, ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy hát ez. Hát már miért is. De mindegy, nem tudom, mit kellett volna mondanom, ráadásul egyet is értettem vele. Akkor is, Visszamenőleg is. Pont. Az is nagyon érdekes ez a köteted, amit írtál a New York Times-ról, mert nagyon komplexen elemzed azt, hogy milyen típusú hatalmi viszonyok között létezik az újság. Tehát, hogy mi a politikai, gazdasági, kulturális hatása, és hogy milyen hatásokkal kell kooperálni annak érdekében, hogy működni tudjon. És szeretnék néhány állítással rátérni a könyvednek, és szeretném, hogyha elmondanád, hogy mit gondolsz ennyi év távlatából ezekről. Én megkérdezem tőled, hogy ezt kiírtam, mert én már olyan rég írtam, hogy nem emlékszem. El, van nem egy ilyen a legelején, hogy a New York Times nem egyenlő az amerikai sajtóval, de a New York Timesról any írni annyit tesz, mint az amerikai sajtóról, sajtószabadságról, demokráciáról írni, Amerikáról. Szerinted van-e ma Magyarországon olyan orgánum, olyan médium, ami hasonló típusú funkcióval bírhat, mint ahogy a New York Times bírt, ahogy most leírtad a 90-es évek elején. Nem, nem volt és, és, nincs is. Hát persze a kádári időkre lehetett volna mondani, hogy egy népszabadság olyan, de hát ez nem egy jó példa. Mert az a sajtó nem szabadság. De az nem reprezentálta az ország a hát állapotát? Sok, sok szempontból reprezentálta, de hát kit érdekel? Hát nem, nem tudok, olyan. Volt a népszabadságban, hogy ezt meséltem neked, jó példa, számos szempontból akár kiemelkedő is, de hát, hogy ez bármilyen szempontból példa legyen, hát azért már bocsánatot kérek, de ez a New York Times nem csak Amerikára, hanem az egész világra is jó példa lehet, vagy lehetett, de talán ma is az, mert igyekszik a tényeket elválasztani a véleménytől. Az az érdekes, hogy mi a valóság, mik a tények, és azt eljuttatom. És aztán vannak ma egyre többen olyanok, akik azt mondják, hogy az az érdekes, hogy az én, vagy az én hozzám kapcsolódóknak az érdekeit, hogy tudom a leghatásosabban szolgálni, kielégíteni, esetleg a valóság bemutatásával, vagy a valóság eltorzításával, vagy egy teljesen légből kapott hazugsággal, akkor se baj, a képetekbe fogom hazudni, mert ha elég meggyőzően hazudok, akkor lehet, hogy egy millió vagy tíz millió kattintásom lesz, és megosztásom lesz, és az, ez fog elterjedni, és egyszer csak a hazugságból, Valóság lesz, hiszen 10 millió példa megerősítés van arra, hogy hát ez igaz. Ott is olvastam, ott is láttam, ott is hallottam, igaz. Ez, ez szörnyű, ennek szörnyű következményei vannak, és lesznek is. Én meg azt tudom csak mondani erre, hogy vissza kellene térni ezekhez az alapokhoz. De búcsánat, Lehet, ez a, ez a példa, ez nem azt bizonyítja inkább, hogy az igazság, amit annak tételezünk, az mindig részérdekekből áll össze és simán elképzelhető, hogy más érdekek, meg más típus igazságot állítanának elő. Tehát, hogy az élet dolgunk a nagy többségéről lehet, hogy politikai vagy érdek alapon lehet igazságként hivatkozni, vagy hazugságként ételezni. Hát meg lehet közelíteni ezt ilyen filozófiai alapon is, és bizonyos értelemben, bizonyos fokig van benne igazság. De ha az ember abból indul ki, média munkásként, szerkesztőként, újságíróként, riporterként, bloggerként, akárkiként, hogy én a valóságot akarom megmutatni. Persze nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy ki vagyok, mik az én tapasztalataim, mik az én, én, mi az én véleményem arról, amit látok, mert megvan, és azért foglalkozom vele, mert el akarom mondani a véleményemet is, meg fontosnak tartom ezt is, ezt a történetet. Tehát ettől nem lehet nyilván elvonatkoztatni, de ha az én szándékom az, hogy Tárjuk föl az ügyet, a problémát, mutassuk be az eseményt, igyekezünk még mélyebbre ásni, igyekezünk megmutatni ennek az összes összetevőjét, akár különböző szempontokat összegezve akkor nem, következ, nem követhetsz el olyan súlyos hibát, minthogyha valaki abból indul ki, nem érdekel engem, mindenki valakinek az érdekét szolgálja, nincs olyan, hogy független újságírás, nincs független média, aki ezt mondja magáról, az is hazudik, hiszen függettől és attól és amattól tényleg függ, és nagyon sokan egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, De József Attilának volt igaza, miért ne legyek tisztességes, és ez a sajtóra is igaz, igen, így is úgy is kiterítenek, de legyünk tisztességesek, és ne ilyen olyan érdekeknek, csak azért, mert valamiért közelebb áll hozzánk, vagy én úgy gondolom, vagy én úgy érzem, nem, az újságírói alaposság azt kívánja, hogy mutassuk meg, mi próbáljunk közelebb jutni az igazsághoz, föltárni biztos nem tudjuk, de közelebb kerülni, meg kell próbálni. Na, akkor ide kapcsolódok még egy kérdéssel, mert hogy ez ugye a magyarországi kormányzat a független sajtót is rendszeresen meg szokta találni, mint vád, hogy egész egyszerűen csinálója, alakítója a politikának, mert hogy amit ír, amiről tudósít, az befolyásolja a politikai döntéshozatalt, és te is ezt pedzegeted igazából a New York Times-szal kapcsolatban, felolvasok egy hosszabb részt. Megkérdezett például, hogy ha önök sokszor teszik a címlapra a Jugoszláviát, az ottani szülőségeket, ugye 92-ben járunk, a háború akkoriban kezd eszkalálódni, Szóval akkor ezzel nyomást gyakorolhatnak a washingtoni döntéshozókra, nem? Kérdezed. Gwertzmann, vagyis az egyik New York Times-os vezető szerkesztő, azt mondja, hogy igen, és hajlandó fejmozgását két szóval, angolul hárommal megtoldani, ez igaz. És mennyire tudatosan gyakorolják ezt a nyomást, kérdezed? Igyekszem gyakorolni a magam kis nyomását a szűk szerkesztőre. Nem csináljuk tudatosan, csupán tudatában vagyunk annak, hogy létezik. Mi csak annyit teszünk, hogy kiemeljük a szerintünk fontos cikkeket. Kisik igazából a kérdésed elől, de ez szerintem a te kérdésed nagyon-nagyon valós. És szerintem válaszol is rá a maga módján. Hát persze. Minde, mindenki a legtisztességesebb, legpártatlanabb, legmindentől függetlenebb újságírói szerkesztő. Bárhol. Valamit azért tesz a címlapra mondjuk egy, egy újság esetében, vagy azért tesz egy rádiós híradás első helyére, vagy egy tévéhíradó első híréje, mert azt gondolja róla, hogy ez fontos. Nekem, fo igen, fontos kell, hogy legyen nekem is, vagy legalábbis átérezzem annak fontosságát, hogy ez a dolog bár Jugoszláviában van, tőlem nagyon messze, de ez nagyon fogja érinteni az Egyesült Államok helyzetét, a nemzetközi politikában. De akkor kimondhatjuk, hogy a sajtó az egy politikai intézmény. Hát persze, miért, ne hát hát miért nem mondanánk ki? Hát miért Akkor viszont itt van egy olyan helyzet, úgy, amit a kormányzat évek óta mond, abban a te állításod szerint van igazságtartalom. Hát én nem mondtam azt, hogy a kormány csak hazudik, ez egy hazudós kormány, de attól még nagyon sok mindennek van valamilyen igazságtartalma. Persze, a sajtó, hát hogy volna a politikától teljesen független? Természetesen. Nem csak, egy hogy meg, Tehát itt most arról van szó, Igen, hogy konkrétan alakítja. befolyásolja hát, nyomásgyakorló intézmény. Miért? Hát az nem alakítja, amikor az ő állítólagos közszolgálati televíziójuk vagy rádiójuk bizonyos dolgokat folyamatosan ismétel, anélkül, hogy történt volna valami, de úgy állítják be, hogy történik. Azt teszik első helyre, ahhoz kérnek plusz megerősítő interjúkat, másik dologról pedig úgy tesznek, mintha az nem is létezett volna, nem is történt volna, válogatnak. Hírek között válogatnak. Ők átlátszóan, durván, hazug módon, de a tisztességes újságíró és szerkesztő is válogat, és igen, lehet, hogy ki sem mondja magák, hogy én most nyomást akarok gyakorolni az Egyesült Államok kormányára, hogy avatkozzanak már be Jugoszláviában, mert baj lesz, ha nem teszik. Ezt nem mondja ki, nem írja le, de a dolgot. Nem, de módon képes elérni azt, hogy ez egy top politikai prioritás legyen. Hát, az valószínűleg túlzás. Akkor a befolyása talán még a New York Times-nak sincs, de akkoriban, és valószínűleg még ma is, sőt, emlékezhetünk rá, hogy Trump hányszor volt feláborodva azon, hogy a New York Times mit ír, vagy a New York Times mit nem ír, vagy hogy ezt veszik ki ezt hát. a hírben, és azt nem veszik ki, mert ő is olvassa, és tudja, hogy az amerikaiak olvassák, és ha olvassák, és sokaknak ilyen vagy olyan benyomásuk támad arról, amit a New York Times ír, akkor az befolyást kell, hogy gyakoroljon a nagy politika. Tökéletes, csak az érdekel, hogy szerintem mi alakult ki Magyarországon az, hogy a kormánytól független nyilvánosságot formáló újságírók, azok így, hát nagyon élesen kérik ki maguknak, hogy nekik politikai intézményként befolyásuk, vagy ilyen értelemben hatásuk, az nincs, és ezt nem is próbálják rajtuk ilyen szempontból számok kérni. Hát szerintem vagy tudatlanságból, vagy, vagy egyszerűen rosszul értékeli, értelmezik a kérdést. Hát, ha nincs semmiféle befolyásom, mi a fenének írok újságot? Nem azért akarok írni újságot, hogy győzzenek a, a szocik vagy a momentum, nem azért akarok, bár azt már szeretném, hogyha az Orbán megbukna, ez kétségtelen, nem is titkolom, de azért a híreket nem ennek megfelelően fogom összeállítani, Élek úgy, hogy abból kiderüljön, hogy Orbánék ilyen vagy olyan vagy amolyan. Nagyon fontos és nagyon lényegbe vágó, és az ország helyzetét nagyon is világosan mutató disznóságokat csináltak, az ellenzék pedig ilyet és olyat, vagy jelentéktelent, vagy fontosat, vagy csak 200 ember gyűlt össze a tüntetésükön, vagy annyi se, és ez most, de próbál, az is jelent valamit, hogyha kiveszem a hírt, hogy hát 200-an gyűltek össze, az is jelent valamit, ha meg se említem, az is ha jelent, teszem. hogy előre teszem, az is jelent valamit, hogy hátra teszem, de ha valaki nem vallja be magának, hogy ezzel befolyásol, akár a portáján, akár a rádiójában, akár a tévéjében. Hát hogy ne befolyásolni? Igen, és rajtam keresztül megy, én egy szűrő vagyok. Igen, természetesen bizonyos személyes meghatározottságukkal. Ha tetszik érdekekkel, csak éppen nem dolgozom ennek vagy annak, vagy az ellenzéki párt nem investál belém, nem fizet engem, nem, nem bíz meg egy, egy olyan civil szervezetet, amelyik azt állítja magáról, hogy én nem is vagyok semmi, de ad neki egy csomó közpénzt, hogy aztán úgy tegyen magáról, hogyha abszolút független volna. Nincs, 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 ebben mindig az a, az ellenzéki újságíróknak, nincs ilyenünk, nem támogat bennünket így közvetlenül senki, de ettől nekem újságíróként, van véleményem is, ennek megfelelően válogatok is, és, Jó, és ez így az, is hogy van vélemény, a... ezt mindenki elismeri. De Itt nem... az a kérdés, és hogy te az... úgy tekinteszel magadra, így. mint egy politikai aktorra, aki újságírói munkát végez? De Azért nem vagyok politikai aktor, mert nem tudom a politikát közvetlenül befolyásolni, de közvetve igenis Igen. elismerem, befolyásolom, hát ezért is csinálom. Remélem hallgat engem, vagy elolvassa legalább a leíratát a műsoromnak a a kormánypárt is, és nyilván, és aztán osztogatják is, hogy a bolgár esetleg mit mondott, és rá lehet ugrani, meg az ellenzék is, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hülyeség, lehet, hogy azt mondja, hogy ez nem így van, mit ugatnak a hülye újságírók, teljesen mindegy, de hát persze valamilyen módon, igen, miért ne ismerném el, hogy valamilyen módon formálói is vagyunk annak, hogy hogy alakul a közélet, vagy a politikai élet. Itt arról is, hogy mennyire nehéz az elfoglalatlanság Ö, hogy mondjam én, szempontjai szerint találni például megszólalókat a New York Times kapcsán, és hát egy elég más megállapítást teszel Magyarországra vonatkozóan, amikor azt írod, hogy, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország, egy téma szakértője szinte kizárt, hogy független legyen bármitől és bárkitől. Ezt három évvel a rendszerváltás után írod. Ezt már akkor ennyire élesen így gondoltad, azóta változott a véleményed, fenntartod de most is ezt az állításodat? Hát fenntartom, mert alapvetően az a helyzet, hogy ez egy kis ország. És hát nem mondom azt, hogy mindenki valahogy függ valakitől, persze bizonyos értelemben igen, de hát mondjuk kicsit távolodjunk el az újságírástól a magyar kultúra. A magyar írók, magyar képzőművészek, magyar filmesek, pláne, hogy visszaugorjunk a filmhez általában nem igen működhetnek valamilyen intézményes támogatás nélkül. Jó, mondjuk egy könyvet meg lehet írni, talán még lehet sikeres is állami támogatást, pályázat egy év nélkül, valaki vállalhatja a kockázatot, még akár lehet is belőle valami nyeressége, de alapvetően itt ez olyan kis ország és olyan kis piac, hogy mindenki függ. És akkor ezt az állítást a te helyzetedre értelmezzük, akkor te, illetve a te médiumod, a Klub Rádió, Kitől és mitől függ? Hát a Klubrádió nagyon világosan függött az állami intézményrendszertől, a médiahatóságtól, azzal, hogy 2010 után rögtön el akarták venni a frekvenciánkat, el is vették. Három éves bírósági küzdelem után visszaszereztük, és most aztán másfél évvel ezelőtt elvették tőlünk abszolút állami beavatkozását. Az világos, de hogy mondjuk a hallgatóid, vagy mondjuk azok a véleménybuborékok, amelyek meghatározó fontossággal ahhoz, hogy a munkádat végezni tud, ők a te számodra mennyire jelentenek akár függést, akár korlátozást? érzed -e ezzel kapcsolatban bármilyen fajta határoidat? Van függés, persze, persze. Olyan értelemben, hogy tudom, hogy nagyon meghatározott közös, közönsége van, és közössége a klubrádiónak, ráadásul olyan közösség, közönség, amelyik anyagilag is támogatja a rádiót. Ha ők nem lennének, nem fizetnének, akkor ez a rádió már lényegében 10 év óta, vagy kilenc év óta haladt volna. Önkényesebb a közönség ilyen szempontból, mint mondjuk az állami vagy bármilyen hirdetői támogatás? Nem önkényesebb, csak van egy általános elvárása. El is mondják ezt nekem néha. Hát mondjuk vegyük egy kicsit élesebbre a dolgot, ha én, ha én az Orbán rendszerrel nagyon megengedő volnék, és úgy gondolom, nem is olyan rossz, hát néha túloznak, meg hát nem így kellene mindent csinálni, ahogy Viktor, de azért mégiscsak, hát lássuk be, hogy mennyivel jobb a fejlődés, és stb. Tehát magyarán egy Orbán párti, de nem vad Orbán párti műsorvezető volnék, akkor nyilván ebben a rádióban nem azt, hogy nem dolgozhatnék, ezt a műsoromat elvesztettem volna egyszerűen azért, mert a hallgatók azt mondják, meg őrült, Hát Jó, nem de ez hipotetikus, bocs, mert ilyet nem képvisel, de mondjuk amikor mondjuk van olyasmi döntése a kormányzatnak, amivel azonosulni tudsz, hogy egyetértesz. Akkor elmondom. És ugye a legtöbb konfliktus a hallgatóimmal akkor van, amikor néha vagy sikerül, vagy akarok, nem mindig esik egybe, egy interjút csinálni mondjuk egy fideszes politikussal, vagy egy fideszes szószólóval. Hát akkor zúdulnak rám a telefonok, meg az egyéb megjegyzések, hogy bolgár úr, eleget hallgatjuk ezeket, végtelen hazudják a teljes, teljes saját médiájukat, nehogy már itt is ezt kelljen hallgatnom, én megmondom, hogy de nem kérdezik meg tőlük ezeket, ezeket és ezeket. De hazudnak magának, Bolgár úr, a képébe? Hazudnak, mondom, igen, de nem mindegy, hogy az én valódi kérdésemre hazudnak és hogy hazudnak. Mert én akkor is azt gondolom, hogy ha hazudnak, vagy elkerülik a kérdést, akkor is föl kell nekik tenni, mert ezek a valid kérdések, az önök kérdései is, és önöknek sem mindegy, hogy hogy háborodnak föl, amikor kapják ezeket a válaszokat. De ez egy állandó vita a hallgatókkal, tehát van ilyen elvárás. És én nem mondom, hogy nem próbálok hozzá igazodni, próbálok, mert megpróbálom megmagyarázni az álláspontomat és a gyakorlatomat. De, de elfogadják? Nem... Tehát elfogadják ezt tőled? Hát, kevésbé elfogadtak, mert ne nem mondják azt, hogy bolgár... Mondják. Néha azt is mondják, bolgár úr magát, többet nem hallgatom. De aztán hallgatnak, mert látják, hogy nincs jobb. Lassan most már több mint húsz éve vagy a klubrádiónál. Gyakorlatilag nem elképzelhető, szerintem a rádió a személyed nélkül. De minden személy nélkül elképzelhető minden Persze, hát nem lenne ugyanolyan, de nincsenek pótolhatatlan emberek. Ez um, Ezzel alapvetően egyetértek, de azért azt is gondolom, hogy a klubrádió az, hogy a jelenlegi formájában is ennyi kényszerváltoztatás után még számottevő érdeklődése számot, számot tart, azért az alapvetően a te személyednek köszönhető, tehát hogy nagyon nehézen elképzelhető a hétköznapi műsorsáv 4 hatig a beszéljük meg nélkül ennek ellenére nem vagy tulajdonos a rádiónak, tehát nincsen igazából semmilyen típusú többletjogosultságod a médium fölött. Zavart -e ez valaha? Gondoltad volna, hogy fontosabb lenne, hogy valamilyen módon többletbeleszólásod lehessen a rádió működésébe, hiszen mégiscsak a hátadon húzod ezt a médiumot most már több mint két évtizeden keresztül, vagy te elégedett voltál azzal, hogy műsorkészítőként veszel részt a működésében? Hát egyrészt sose voltam üzletember, nincsenek igazán ilyen képességeim beszélni tudok róla, csinálni valószínűleg nem, de, de nem, beleszólni beleszólhattam. Lehet, hogy nincsenek tulajdonosi jogosultságaim, de a tulajdonos fő kérdésekben, fontos kérdésekben mindig kikérte a véleményemet, előfordult, hogy meg is hallgatta. Szóval tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy miközben nyilván nem értünk egyet mindenben a tulajdonossal, ő is nyilván így értékeli a helyzetet, meg az elmúlt 20 húsz évet, de, de azért egy nagyon korrekt és, és nagyon tulajdonképpen demokratikus együttműködés és együtt dolgozás alakult ki. Igen, ő kíváncsi a véleményemre, és megmondja néha az övét is, én meg esetleg vitatkozom vele, vagy valamit elfogadok, szóval úgy működünk, ahogy... Volt valakom a érdeksérelem köztetek? Érdeksérelem nem. Nem, nem. Érdeksérelem nem. Véleménykülönbség? Igen. De Hát miért ne? Úgyhogy nem, nem, mondjuk nagy vállalkozó készség kellett volna ahhoz, 2002 és 2010 között talán nem, de 2010 után igazán bátor kockázatvállalás, hogy belépjek tulajdonosként, hogy hát látom, nagy bajok vannak, úgyhogy beteszek ennyi és ennyi pénzt. Egyrészt azért lett volna nagy... Nagyon bátor válasz, mert az az, az az annyi pénz nem állt a rendelkezésemre, de ha mégis rendelkezésemre állt volna, akkor azért azt lehetett érezni minden pillanatban, hogy nekünk holnapra végünk van. Be kell dobni a kulcsot, vagy jön a rendőrség és ránk rakja a lakatot, vagy így is, úgy is megdöglünk, sorsunkra hagynak bennünket, és nem lesz aki életben. Tartson szóval valaki, nem, hogy én nem raktam bele pénzt, azok a gazdag emberek sem raktak, akiket tudtam már megkerestünk, és ez nem csak sorosra vonatkozik, hanem olyanokra, akik a magyar valóságban, magyar mindennapokban éltek, velünk egyetértettek, minket elvileg támogattak, de lehet, hogy csak egy-két millióval, holott 100 200 kellett volna. Egy értesz azzal, hogy a rádió megalapításához az SZDSZ akkori hadhatós támogatása elengedhetetlenül szükséges volt? Megint az a kérdés, amire nem tudok válaszolni, nem tudom, nem voltam benne a rádió alapításában, a rádió 2001. decemberében létrejött, hogy mivel, milyen háttér, tárgyalások, segítségek, szándékok alapján nem tudom, Engem Marató megkérdezett akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Magyar Rádióból kitesznek, vagy így, vagy úgy, de az már 2002 volt, és se nem kérdeztem, hogy az SZDSZ benne van-e, se nem tudom a mai napig sem. Hát nyilván valamilyen kvázi politikai háttér háttértámogatás kellett, hogy SZDSZ-e, MSP-e, mások, -e, ezt nem tudom, vagy, vagy egyesek személyükben azt mondták, hogy ha lesz egy ilyen rádió, akkor a mi szimpátiánkra számíthatok, de mind nem tudom, nem hiszem, hogy egy politikai, egy pláne párt elhatározás lett volna mögötte. Hogy jól fogadták, vagy jól jött nekik, ez egy másik kérdés. Hogyan tekintesz magad a 2010-es évtizedben? Tehát um, ugye a, a, a bírálóid azt szokták mondani, hogy te ellenzéki véleményvezér vagy, akinek alapvető felelőssége van abban, hogy milyen témák, te, milyen témák mozgatják az ellenzéki nyilvánosságot. De hogyan tekintettél a saját szerepedre? Az nyilvánvaló, hogy alapvetően ellenzéki bárítódású hallgatóid vannak. Az ő politikai művelésük, orientálásuk bármilyen szempontból foglalkoztat-e téged? Hát annyiból kell, hogy foglalkoztasson, hogy nekik beszélek és velük beszélek. Úgyhogy ha félreértések vannak, vagy vádak vannak, azt ha előkerülnek, akkor tisztázom kell. És hát ezek akár félreértések, akár vádak, például, hogy gyurcsányista vagyok, előkerül meg pont az ellenkezője is, hogy éppen, hogy utálom a DK-t és nem bírom Gyurcsányt és maga bolgárul miért a már zaj szekerét tolja, és így tovább, és így tovább. Ezt megkapom, mert ki ezt érzi az én mondandomból, ki azt érzi, ki ezt a mondatot hallja meg, ki a másikat. De most a teljesen világos, hogy nyilván szélsőséges vélemények megtalálnak Nem csak De az a kérdésem, hogy te csak... hogyan tekintesz rá, hogy mi a te funkciód az ellenzők nyilvánosságban? ilyen terápiás hatásod van, hogy az emberek kipufoghatják neked a problémájukat? Edukatív hatásod van, hogy számodra kívánatosnak tűnő irányokba próbált tolni az ellenzéki közvéleményt, vagy valami teljesen más? Nem vagyok pszichoterapeuta, bár néhányan azt mondták rám az elmúlt évek során, hogy úgy viselkedem, mintha tessék leülni itt a kanapére, vagy lefeküdni és mondani. De nem. Nekem az volt kezdetől fogva az ambícióm, és a mai napig ez, hogy beszéljünk olyan fontos, általam fontosnak tartott, de akár a hallgatók által előhozott, és szerintük fontos kérdésekről, amelyek, amelyekben az embereknek általában van véleményük. Néha durva, néha leegyszerűsítő, néha hülyeség, néha ki tudja milyen, néha talál, néha egyszerűen csak vitára ingelő, hogy beszéljünk róla, mert ez formálja mindennapjainkat, segít tisztában látni bennünket. Durvában kérdezem meg. Ugye a Facebookon vannak ezek a különböző politikai csoportok, ilyen ellenzéki csoportok, de valószínűleg a fizetesek is vannak, azokat kevésbé követem. Ezekből így a, a legszélsőségesebb, legvulgárisabb vélemények szoktak megfogalmazódni. Az egész igazából nem szól másról, mint egy ilyen kollektív düki eresztésről. És ezért kérdezem tőled, hogy nem tartasz-e attól, hogy a te műsorod is egy kvázi ellenzéki gumiszobává vált az éteren keresztül? Hát azért nem tartok tőle, mert én műlök ott, és megpróbálom kézben tartani. Tehát akit gumiszobának használja, azt egy ideig hallgatom, tűröm, reagálok rá. Aztán, ha úgy érzem, hogy őrületbe megy át a dolog, akkor lekeverem, vagy elintézem, vagy mondok rá valamit. Nagyon decens nem. módon csinálod ezt. Igen, mert úgy gondolom, hogy mindenképp van. Így nagyon egyértelművé tenni azt, hogy fogd már be a pofád. Nem, azt biztos nem fogják tőlem hallani. Senki sem, hogy fogd már be a pofát. De nem, úgy, nincs úgy olyan vélemény, amivel szemben azért néha. De. Például, ha azt mondják, hogy ez a büdös cigány Orbán, és mondták az elmúlt évek vagy évtizedek alatt többször, akkor azt mondom, na itt elég. Ezt fejezzük be, ez méltatlan mindenkihez. Ezt. Sem, ha igaz volna, akkor is tűrhetetlen volna, hogy a származását felhozzák. Sőt, akkor azt mondanám, hogy kétszeresen meg tudom dicsérni azért, hogy onnan, ahonnan ön feltételezi kiemelkedett és idáig vitte, de ez nem származási kérdés, úgyhogy ezt nálunk nem akarom hallani. És ez, van ilyen? Pont ez, elkezded megmagyarázni, ez nagyon érzegalmas, elkezded megmagyarázni, hogy miért tartozatlan az álláspont, miközben csak tartatlan az álláspont. Csak Fogd Igen, de én úgy gondolom, hogy miután ez sajnos sok embernél így van, nem kapják meg rá ezt a választ. Az én műsoromban megkapják, és igenis vegyék tudomásul, meg is fogom adni nekik ezt a választ. Nem hagyom szó magyarázat és helyreutasítás nélkül. Volt egy másik típusú konfliktusod, az talán az egyik legelhíresebb konfliktusod. Isten, mennyit, mennyit kutakodtál itt? Amelyet az ellenzéki elnök Gyurcsány Ferenccel folytattál a élőadásban. Um, ami ugye azért is volt érdekes, mert hogy Gyurcsány eléggé élesen minősítette a te a kérdéseidet pontosabban, Bocsánat, illetve hát uh, konkrétan, na mindegy, hallgassak, hogy pontosan hogyan zajlott le ez a vita a köztetek, aztán beszélgessünk róla. A vonalban pedig Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a Demokratikus Koalíció elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot. Aki megint megmozdult és közzétett egy röpiratot, nem is rövidet. Egy alapvető problémám van, de ez valószínűleg sokak problémája, vagy sokakban felvetődik, hogy már megint miért épp a gyurcsány. Hát nem ő lesz ezáltal az akadálya annak a szükséges demokratikus összefogásnak, amit ő is ismételten sürget. Nézzem. önnek valam, hogy én ezt nyafogásnak gondolom, ami ellentétes a demokratikus meggyőződésünkkel. Én nem fogom a középszerhez viszonyítani a saját teljesítményemet, vagy a fogokhoz sem. De nem lehet, hogy önnek van abban igaza, vagy abban is igaza, hogy nem a legrövidebb út az egyenes. És éppen ezért önnek sem feltétlenül az egyenes utat kellene vagy kellett volna választania, hogy egyenesen megmondja, mi a baloldal vagy a demokratikus oldal baja, mik a problémái, mit kellene megcsinálni, hogy kellene megcsinálni, mert ha ön mondja, akkor csak azért sem vesznek róla tudomást, csak azért is félretolják, csak azért is gyanakvással szemlélik, és nem fognak ön mellé felsorakozni, mert azt mondják, jaj, Gyurcsánytól félni kell, mint a tűzta. Bulgarul, ne nyafogjunk maga is, abban el <laughs> Nem, én csak kérdezek. Ne Lehet, nyafogjunk. hogy nyafogó ne. kérdés ez, de kérdés. De, de, de nyafogó kérdés nem kell, nem kell a nyafogás kérdésbe állsz, azért mert ez még az lesz. Maga ezekkel a kérdéseivel beszám a Nem, én, én azt a tény, azt a realitást próbálom önre realitás, De ez hát ön, én is, ön is mondja, most függetlenül, hogy hogy minősíti ezeket az embereket, középszerűnek vagy másnak, de mégiscsak nagyon sokak szemében ez a helyzet. Hát akkor ezzel a tényel számolnia kell önnek is. Ma Magyarországon aki a szembe fordul, és felemeli a fejét, azt megpróbálják megölni a mi oldalunk ebben nem szolidaritást, együttműködést, teljesítményt vár, hanem bár ebbe a sorba, akkor a Fidesz narratíváját erősíti és ez bennünket, és hiába is mondja, hogy a kérdésére lehetőséget teremt arra, hogy én ezeket száfoljam, azt tudom ennek mondani, mert már én sem vagyok kisfiú, elég régóta veszek részt ebben a történetben, hogy én akarva akaratul nekem és a mi oldalunknak árt. És hogyha ártani akar, az lehetséges, csak én ezt le fogom leplezni. És hogyha önnek ez a célja, akkor ön nekem és a demokratikus Magyarországot nem segítője, hanem ártója, miközben tudom, hogy nem szeretne ártani. Figyelmeztetem önt, hogy ez így nincsen rendben. Fölcseszted az öreg agyát. <laughs> öreg, hát fiatal. Nem, de most őszintén, tehát azért ez meglepő volt, nem? Hát akkoriban igen, meglepő volt, de... Milyen volt korábban a nexusotok? Tehát előtte milyen volt a viszonyatok? Hát korrekt, nem, nem, nem mondom, hogy nem voltak máskor is olyan kérdések, amikre nyilván nem a legszívesebben válaszolt, de, de teljesen normális, korrekt. Tehát engem meglepett ez, hogy így reagált. Zavarba jöttél, vagy meg is ijedtél a gyurcsány fölépésétől? Nem, hát, Hát, cse... Ami ő itt játszik, ő ugye azzal játszik, hogy a te hallgatóid az feltétlenül nagy átfedésben vannak Igen. az ő szavazóival. És hogy hát, Bolgár úr, én tudom azt mondani, hogy maga nem biztos, hogy az én kutyám kölyke, és akkor lehet, hogy majd esetleg önnek ebből lesznek kellemetlenségei. Tehát, hogy azért nagyon élesen próbál arra bazírozni, hogy más típusú attitűdöt várnék el öntől, és más típusú attitűdöt várok el ahhoz, hogy egyáltalán partnernek tekintsem önt. Ilyen szempontból meglepő is volt. De, A hallgatóid hát, ezt kikérték tudom, például? Hát fölfigyeltek rá, igen, igen. és volt, aki ezzel egyetértett, hogy tényleg nekem nem volna szabad Gyurcsány helyzetét feszegetnem, vagy az ellenzéken belüli um, együttműködési készséget, vagy sem. Mások meg azt mondták, hogy nagyon helyes, hogy hogy ezt elmondtam, és, és kérdéseim voltak hozzá, és, és, jellemző, hogy Orbán, vagy Orbán Gyurcsány így reagált, de félni nem féltem se attól, hogy bármilyen konkrét következménye lesz annak, mert majd a DK-sok úgy, ahogy van, nem fognak nekünk nyilatkozni, se attól, hogy majd a hallgatóink elpártolnak tőlünk, mert hát ugye ezt meg lehet kérdezni sajnos ma is, hogy hova. Hát, ha valaki rádiót hallgat, egy ilyen műsorban akar részt venni, jó, hát most már nem tudom teljes bizonysággal azt mondani, hogy nincs hova, mert már voltak olyanok, akik itt a partvonal mellett becsúsztak, beférkőztek, és úgy tesznek, mintha, de azért a hallgatóink jelentős része nem dől be ennek, és szerintem a... Most azt a hogy utaltál? Hogy hívják? Igen. De szóval a lényeg az, hogy... Őket hát hullarablónak ilyen... tekinted? Hát nem, nem ezt a kifejezést használnám, de nem tartom őket tisztességesnek. Beszéltél ezzel, erről velük valaha? A, velük ez mit jelent? Hát bármi, műsorvezetőjükkel. Nem, Ugye tulajdonké... korábban te voltál az ATV-n például, oh, no, 2010-es évek elején, és ezt két már... műsorból is kiszedtek. Így van, igen. Volt az az Újságíróklub című műsor. Meg az ATV Jam. Igen, volt az a. Reggeli csem, nem tudom, mi volt hanem. Igen, regg... nem tudom már, mi volt az akkori címe, szóval a reggeli műsor, arról is leszettek, de az egy átmeneti beúrás volt. Azt hitték, hogy a, a napkelte megszűnése után ott lesz egy rés, és majd reggel. A, a, hogy hívják ott az ATV-t fogják nézni. Ez nem jött be, az is lehet, hogy nem mit csináltuk jól, nem tudom. A lényeg, hogy. De az újságíró az a legnézettebb műsoruk volt, és nagyon nagy. Nagy hagyományai voltak. És bár mutatta a fáradás jeleit kétségtelenül, tehát újságíróként nem mondanám azt, hogy azon nem lehetett volna változtatni, de szisztematikusan szalámiztak le bennünket. Politikai indítatásból? Persze, persze. Már akkor? hogy ne. De megfelelési kényszer miatt, vagy pedig direkt pártutatisítás miatt? Hát, hogy milyen pártutasítás volt, vagy milyen megállapodás nem volt, így visszatekintve azt hiszem, hogy volt egy egy háttér megállapodása a rezsim és köztük, hogy szépen leszedik először a keményebben kormány vagy Fidesz kritikus műsorokat, és aztán az olyan műsorvezetőket, műsorkészítőket, főszerkesztőket. Tehát láttuk, hogy azért egy sor vonult ki nem saját jó szántából az ATV műsoraiból. Biztos, hogy ez egy politikai megállapodás valamilyen megállapodás része. Ugye a 2000-es évek második felében az ATV és a Klubrádió az kívülről legalábbis úgy tűnt, hogy sokkal szorosabb szakmai együttműködésben van, és aztán 2010 a nagy töréspont, amikor ugye az ATV erőteljesen elindul egy másik irányba. Szerintem miért nem tudta megtartani ez a balliberális liberális világ az ATV-t? Miért vesztette el? Hát nem mondom, hogy Sersi nem. hanem a pénzt kell szerintem keresni. Az, az, ellenzék akkor már ellenzékből nem volt abban az anyagi állapotban, hogy meg tudjon finanszírozni egy ilyen nyilvánvalóan veszteséggel küzdő médiumot, és hát vagy az önfenntartási ösztön, vagy az üzletszerzési ösztön, ezt nem tudom, önmagában még el se ítélem, csak azt mondom, hát ha mi akarunk egy tévét működtetni, akkor meg kell élni hozzá ha az ellenzék nem tudják ennek a feltételeit valahogy megteremteni, a piac pedig nem elég hozzá, már pedig tudjuk, hogy a piac egyrészt kicsi, másrészt nagyon erőteljesen korlátozta a Fidesz rezsim, hát akkor lehet, hogy meg kell állapodni valakivel, és akkor talán életben tudunk maradni. Hogy aztán ebből mi következett, hogyan, minek révé, ezt nem tudom. De ezt hogy lehet szerinted, hogy az a baliberális oldal, ami azért 2010-ig alapvetően volt hatalomban, volt lehetősége fölhalmozni, kevesebb, mint négy év alatt elveszíti az sajó tv tévéjét. Miközben a Fidesz 2002 után ellenzékből épített tévét, és finanszírozta 8 éven keresztül, úgyhogy semmilyen hatalom közelében nem volt. És 20 év után kevesebb, mint négy év elég ahhoz, hogy az ÁTV ne ellenzéki beállítottságú legyen. Hát ez a hatalomgyakorlási módszerekből következik. Ugye a Megyes és Gyurcsány kormányok ugyan nem voltak nagy abból a szempontból, hogy hát adunk nektek ilyen televíziót, meg olyan rádiót, bár mondjuk egy Láncid rádió is akkor kapott frekvenciát, amikor szocik voltak éppen hatalmon, és tudták róluk, hogy nem olyanok, de, de például nem, nem tették, vagy nem akarták lehetetlenné tenni sem az ellenzék, sem a Fidesz működését, sem a hozzá kapcsolódó médiáit, míg Orbánék az első perctől kezdve tudatosan arra törekedtek, hogy, Lehetetlenné tegyék, hogy megfélemlítsék, hogy hogy azokat, akik esetleg fölállnának mögéjük, melléjük, anyagi támogatóként, befektetőként, azok meg se próbálják. Hogy ezt milyen módszerrel értékel, rájuk telefonáltak, vagy odáltak melléjük, hogy ne, ne. Tehát figyelj, tudod, azért akarsz e még üzletelni velünk, ezt nem tudom, erre csak ráutaló magatartások meg történetek vannak, de hogy ők ezt kiméletlenül megcsinálták, és mindenkit eléjeztettek attól, hogy ellenzéki médiába, ami egyébként nem is biztos, hogy nagy üzlet lett volna, de legalább valamilyen hazafias tett befektessenek, ez biztos. Gyurcsány, Megyesi nem volt, nem így gondolkodott, hanem azt mondta, hogy ha valaki akar, csináljon, és akkor éljen meg. Valaha beszéltél akár Gavra Gáborral, aki ugye a Spirit fm a hírigazgatója talán, mondom, vagy, fel, vagy főszerkesztője vagy bármelyik másik műsorvezetővel a rádiótól? Nem, nem, nem. Spiritesekkel már nem, nem beszéltem. Nem. De akármilyen megfontolás is állt a, a, mögött, hogy elfogadták ezt a munkát a Spirit FM-ben, a te meggyőződésed szerint ők átlévek egy vörös vonalat a szakmai tisztesség tekintetében? Én úgy érzem, igen. igen. Visszatérve egy utolsó kérdéshez Gyurcsányhoz, hogy Ugye 2015-ben volt ez a beszélgetés köztetek, és 2022-es választás után megint kiéreződött az ellenzéki oldalon az a kérdés, hogy gyurcsányan lehet-e, vagy csak gyurcsány nélkül szabad, vagy hogy gyurcsány kötelezően kell. Tök mindegy. Neked mi a megítélésed? Az ellenzék esélyeit erősíti, vagy gyengíti gyurcsány Ferenc szerepvállalása? Ez a dolog tulajdonképpen eldőlt, hogy ezt hogy tudták így ilyen szintre emelni, és ilyen hatásosan művelni. Nem tudom, és már, már a választ se tudom rá. Azt se tudom elmondani jó meggyőződéssel, ha Gyurcsány kiszállna a politikából, akkor könnyebb dolga volna az ellenzéknek. Lehet, hogy semmivel se könnyebb, olyan mértékben alakult át a média, és nem csak a magyar, hogy a legképtelenebb hazugságok ugyanúgy olyan fontosak lehetnek, ugyanolyan erővel bírhatnak, mint a legnyilvánvalóbb tények. És, és akkor pedig nem tudom, mi a teendő ehhez, új média tudoroknak kell a színre lépniük, akik azt mondják, hogy igen, a hazugságok ellen így és így lehet harcolni. Én csak azt tudom mondani, hogy megírom, azt állította XY, hogy ezzel szemben a tény az, hogy ez lehet, hogy nem hatásos, de itt tartunk. De akkor összességében azt kijelenthető, hogy te ezt az egész gyurcsány dilemmát, ezt egy áldilemmának tartod? Nem, nagyon fontos dilemma volt az első perctől kezdve. Hogy Nagyon fontos kérdés volt. De nem és... rágódott rajta egy kicsit túl sokat az ellenzéki közvélemény? Nem lehetett nem rágódni rajta, mert Gyurcsány kétségtelenül az ellenzék kiemelkedő személyisége, nem csak azért, mert öt évig miniszterelnök volt, hanem mert ő a leginkább political animal, szóval a politikai élőlény, aki, aki az egész életét a politikai nyilvánosságban éli, abban akarja kiélni magát, abban akarja kifejezni magát, abban akarja a gondolatait elhelyezni, nem tudja magát máshogy pozícionálni, mint valakinek, aki a politikát alakítja. Az összes többi politikai szereplőnek lehet ilyen-olyan politikai véleménye, de el tudom őket képzelni tanári, egyetemi oktatói szerepben, vagy valamilyen más funkcióban, vagy a polgári életben, és azt mondom, hogy én megtalálta a helyét, de Gyurcsányról ezt nem tudom feltételezni, tehát ő az a leginkább exponált politikus az ellenzéknek, akiből süt, lövel a politika. Nem tudod megkerülni. Azok a fideszesek, akik 2015 szerepeltek a műsorodban, Gulyás Gergely, Kósa Lajos, talán Navracsis Tibor is, ők már nem is fogadják a telefonhívásodat, vagy fogadják, köszöntenek, jó egészséget kívánnak és azt mondják, hogy nem mennek. Ja, általában úgy készül a műsorom, hogy van egy segédszerkesztőm, és ezeket a telefonokat általában ő bonyolítja. Mert lehet, hogy ez a hiba, nem? Lehet, hogy nem feltétlenül. Tehát neked, lehet, hogy a telefo nekem... neked telefon mondtak már nemet, hogy üdvözlesek, tehát így, hogy fölívod őket, és azt mondják, hogy a bolgárul köszönöm, de nem. Volt ilyen, persze, persze. Hát nem, nem arról van szó, hogy a bolgárnak személyesen nem merik a fülébe mondani, de nem. Hát és annyi kibúvó van, ne ragudjon, nem érek rá, ne ragudjon, most ez van, majd térjünk rá vissza, hát millió dolgok. Valaki dolga... nyíltan megmondja, hogy nem fogok nyilatkozni? Persze, Ki? persze. Nem, ezt e sem mondom meg, de inkább mondok valamit, ami általánosabban, de pontosabban értelmezhető. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, nem tudom, kicsoda, Navracsics, voltak, akik, akik rendszeresen államtitkári szintig, amik azok voltak, mondjuk nyilatkoztak. És abban a pillanatban, amint előreléptek, mondjuk Kósából frakcióvezető lett, vagy Gulyás Gergelyből frakcióvezető, aztán miniszter, annak ellenére, hogy korábban nem is egyszer, többször, és tulajdonképpen még számukra is kielégítően, vagy legalábbis ezt mondták, ezt éreztették ott a műsorban, hogy velem el lehet beszélgetni. Abban a pillanatban, hogy egy bizonyos politikai szint fölé léptek, nem lehetett őket elérni, nem lehetett tőlük egy igent kapni, nem lehetett hozzájuk eljutni. Úgyhogy van szerintem egy kiadott utasítás, hogy, hogy Bolgár műsorában, vagy Bolgár Györgyel, eddig mehetünk el. Varga Mihály államtitkárként még nyilatkozott nekem abban pillanatban, amint miniszter lett, nem. Pedig biztos nagyon jól el tudnék vele beszélgetni. Még csak nem is kellene, vagy kellett volna az elmúlt évek alatt sokszor nyílt politikai polémiába keveredni, mert lehetett volna a gazdaságról, pénzügyekről úgy is beszélni, hogy az nem igazán az Orbán rendszer legkeményebb kritikája. Még dicsérni is lehetett volna bizonyos dolgokat, de nem, nem, és nem. És mondom, ezen a szinten felül elérhetetlenné válnak. Államtitkári szintig eddig tulajdonképpen elérhetők voltak. Egy utolsó dilemma még a klubrádióval kapcsolatban. Winkler Robert, amikor megszűnt az Index, vagy hát szétrobbantották az Indexet, csinált egy videót, amelyben ugye azt mondta, hogy hát valószínűleg az volt a terv az Indexel, hogy azt is így ellaposítsák, mint hogy az ATV-t és a klubrádiót is tették. És ezt te éles hangon kikérted magadnak, ugye fölriftad Winklert az adásban, és beszéltetek arról, hogy, hogy mi is hogy gondolta ezt. Ott igazából korrigálta ezt az álláspontját, és ebben így meg is állapodtatok, de engem mégis érdekelne, mert a erre nem került sor, ezért szeretném, hogyha most reagálna erre, hogy mit válaszolsz azokra a kritikákra, amik arról szólnak, hogy a klubrádió az a jelenlegi formájában, illetve a 2010 utáni formájában pont, hogy a leghasznosabb formáját futja a hatalom számára, mert megmarad az ellenzék homokozójának, ott tudják egymást hergelni, betelefonálhatnak hozzá, kiadhatják a haragjukat, minden nagyon jó, ameddig ez így működik ebben a formájában, addig igazából nem sérti a hatalom érdekeit, mert pont arra jó, hogy oda tereli egy körbe az ellenzékieket, és ott egymással foglalkoznak, és addig sem a Fideszsel foglalkoznak. Biztos ezt is hallottad már ezt a kritikát, és hát látom a szemedben, hogyan felsóhajtasz. Mit reagálsz erre a kritikára? Hát egyrészt ugye visszautalok Hoffira, nem hiszem, hogy a párt központi bizottsága ma azt találták ki, hogy legyen nekünk egy Hoffink, aki jól beolvas nekünk, meg a rendszer. Ez világos, de ettől még ugye... azt mondtad, hogy a Hoffinak is Rendszer normalizáló hatása volt. Persze, de, de nem az. Azért a rádiónak is rendszernormalizáló normalizáló hatása van? Nem, nincsen hát, rendszer normalizáló hatás abban az értelemben, hogy azt bizonyítjuk azzal, hogy létezünk, hogy nincs totális sajtódiktatúrát. Ilyen értelemben a kormány kezére játszunk. Ők azt mondják magukról, hogy olyan sajtó és média szabadság van, ami Nyugat-Európában sincs. Hát lám itt van a Klubrádió interneten, vagy micsoda portálok vannak, független, és itt van. Tehát ilyen értelemben persze a kormány kezére játszunk, de... A kormány nem ezt akarja. Hát egyrészt ugye folyamatosan el akar taposni bennünket, nem megadni a frekvenciát. Ez először nem sikerült, másodszorra igen. Csak azóta ez az internetes létezés, ez valamiféle pótlékként mégiscsak működik. De ez nem a kormány szándéka volt. Mint ahogy folyamatosan azt akarták elérni, hogy dögöljünk mi meg egyszerűen azért, mert nincs, aki támogasson bennünket, és mindenkit elijesztettek, akinek esetleg ilyen szándéka volt csak a közönség a vállára vett bennünket és támogat. Ez nem volt benne a kalapban. De azt látjuk, hogy minden, minden egyes olyan ellenzékinek, vagy független, majd az ellenzékinél, ellenzéki beállítottságú médium, amelyik akár nagyon kormánykritikus, vagy Fidesz kritikus, vagy Orbán kritikus lehet, bizonyos elemeiben, vagy akár még egészében is, mindegyik, Hát van, aki sokkal kevésbé, utaltunk a televízióra, van, aki megtartotta az erős kormány kritikusságát. Nem mondom meg most, hogy milyen nyomtatott termékről van szó, de legyen valamilyen módon a kezükben, legyen fogható, hogy milyen megállapodások, milyen szerződések, milyen háttérbiznisz alapján, azt nem tudjuk, de akkor, ha van valami ilyen megállapodás, akkor megjelenhet ott a kormány hirdetése, és megkaphatja az állami támogatást, hogy életben tudjon maradni. Ellem, tehát minden, e, mindenkit kézben tartani, de ennek van a klubrádiót is tudják szerinted? Nincs, nincs. A klubrádión ilyen fogást nem találtak. Ezért nem is kaptunk soha semmi ilyen támogatást. Miért elvég... is tartod az ilyen kritikákat, amik ezzel illetnek titeket? Hogy? miért is tartod az ilyen típusú kritikát? nem méltánytalannak, csak mondjuk így tudatlannak. Jó. Záró kérdés. Jézusom, te túl, te egy stahanovista vagy. Ezt nem tudom. Viszont azt tudom, hogy ahogyan végignéztük a pályafutásodat, én úgy láttam, hogy te igazából soha nem tanítottál. Nem nagyon. Műsorvezetőtársat sem nagyon volt, és nem is lehet látni, hogy a klubrádióban lenne bárki, akire kvázi az örökösödként tekintesz. És éppen ezért a kérdésem az, hogy miközben a New York Times-ról írsz egy átfogó kötetet arról, hogy mégis hogyan működik, például a rádiós tapasztalataidat ilyen formában még nem foglaltad kötetbe. Mi lesz a szakmai örökséged? Gondolkozol -e ezen? Tervezed-e bármilyen formában azt, hogy összefoglalod a tapasztalataidat, valamilyen módon rendszerezett, továbbadod. Egyáltalán látsz -e például olyan utódot, akit érdeklődéssel követsz, fontosnak tartod a munkát, mennyire követed még ilyen szempontból az újabb generációknak a megjelenését a szakmában? Majd húsz év múlva, ha elhívsz egy nem öt és fél órás, hanem hat és fél órás beszélgetésre elmondom, de bevallom neked őszintén, lehet, hogy ez is hívsági kérdés, de nem foglalkozom vele. Lehet pótolni, abban a pillanatban, hogy valamiért kiesem ebből, Beül Bocs, valaki nem a is csinálni Tehát A szakmai el... nem foglalkozol, a tapasztalatátadásában nem sem. foglalkozol, vagy az új generációkkal nem foglalkozol. Nem, soha nem akartam igazán tanítani. Volt, hogy ide hívtak, oda hívtak ilyen iskolába, olyan újságíró iskolába, ilyen egyetemre. Volt, nem egy, nem kettő, többször is, de rendszeres kurzusokat nem tartottam. Nem érdekelt annyira hallgassák meg, tanuljanak belőle, aztán valakinek sikerül, van akinek nem, majd úgy is megtalálja a saját hangját, én nem fogom elmondani, nem azért, mert nem akarom nekik elmondani, hanem mert úgy érzem, van ennél fontosabb dolgom is, úgyhogy ezért azt mondom, hogy húsz év múlva. Arra nem válaszoltál még egyedül, hogy követsz még bárkit az újabb generációk közül? Igen, és a klubrádióban is van olyan fiatal, akire azt mondom, hogy egyik pillanatról a másikra be tudna ülni, és meg tudná csinálni. Ki az, aki érdekel, és ki az, aki ilyen szempontból leköti a figyelmedet? Megint neveket akarsz? Nem, nem mondok Nem mondani? Nem, nem szeretnénk mondani. Egy, nem csak azért, mert valószínűleg igazságtalan lenne azzal kapcsolatban, akit nem említek. De vannak ilyen fiatalok, és egyáltalán ezek az új kifejezési formák is érdekesek, de mit mondjak, inkább pár ez a 70-80-as években is megvolt, hogy Istenem, mennyi hülye és tehetségtelen újságíró és műveletlen újságíró van. Miért van ez? Majd, ha jön a szabadság, akkor majd ez jobb lesz. Nem lesz jobb. Rosszabbak lettünk ilyen szempontból? Nem tudom, hogy jobbak-e vagy rosszabbak, de, de mennyi hülyeséget tudnak írni, mondani, ahogy mondják, ahogy leírják, amilyen slendriánok, amilyen nem körültekintőek, amilyen linkek, amilyen megalapozatlan... Ah, ilyenkor nagyon hát akkor éppen ezért nem lenne érdemes összefoglalni a szakmai nem. tapasztalataidat, mert az hátra segítene a szakmai nem. színvonal növelésén? Nem. Nem eljutottunk oda, amivel el szerettem volna indulni, hogy nem öt és fél órás lesz, hanem öt perces az interjú, és én csak azt fogom válaszolni, nem. Polgár György, köszönöm szépen. Hát egyrészt köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást, másrészt, ilyen hosszan válaszoltál a kérdéseimre. További jó egészséget kívánok neked. Remélem, hogy a alma továbbra is gyakorolod az adások előtt, mert az valószínűleg nagy mértékben hozzájárul a jó egészséghez, úgyhogy ezt a jó szokásodat mindenképpen tartsd meg. További sok sikereket kívánok neked, gyere majd máskor is. Köszönöm, addig csérjelek meg. Nem gondoltam volna, hogy ez bírod 5 és fél órán keresztül. Az hagyjánd a műszakot. Hallod ne, őket? Neki kötelező. hát miért én fölállhatok innen fél órán, vagy miatt? Nem. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Bolgár Györgyel. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, fejezd ki a véleményedet vagy a kérdésedet a komment szekcióban, illetve használhatod a like vagy a gombokat is, hogy pörgessd az algoritmust és segítsd a videó minél többekhez történő eljuttatását. Ha pedig szeretnéd hallani vagy látni a teljes beszélgetést is, akkor egyrészt ingyenesen az összes podcast platformunkkal meg tudod hallgatni, vagy meg szeretnéd nézni, akkor pedig a Patreon előfizetve férhetsz hozzá a videós formához. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao!